képek, melyek, bár ez nem látszik rajtuk, kedvelésből készültek. Az alkotók között van olyan, aki hivatásszerűen készít fényképeket, és van, aki csak akkor veszi elő a képet, ha szabad ideje engedi. 5 esztendő telt el azóta, hogy a fényképezés szerelmesei klubot alakítottak Bonyhádon. A klub vezetője Máté Réka önszántából nem indított volna klubot, de a nyomás elég erős volt ahhoz, hogy beadja a derekát. Tudtam, hogy jó lesz, csak nem akartam sok mindent a vállamra venni. A lényeg, hogy jó a csapat, maradjunk ennél, tehát nézzük a jó oldalát. Nagyon jó csapat van, nagyon sokat tanultunk szerintem az 5 év alatt egymástól, és egyre jobb képeink vannak. Én ezért úgy gondolom, hogy jövője is van a klubnak, nem csak múltja. Igazából mindenki bedobja, amilyen van. És ha így nézzük, mindenki különböző szinten tud fotózni, és különböző témákat szeret fotózni. A legtöbb tag azért egyébként a természetfotó szerelmese, de természetesen mindenki fotóz azért épületeket, embereket, rendezvényeket, bármit. Néha elmegyünk csillagot fotózni közösen, az is, aki egyébként a természetben az őzeket például fotózza. Tehát nincs ebből gond, hogy most ki mit kedvel, mit nem, mert minden területen lehet jó képeket készíteni, és örülni tudunk egymásnak a jó képeknek. Kivetítjük általában a klubban a képeket, igen, és hozzá lehet szólni. Van, amikor az ember kicsit bátortalanabb, hogy megmerje mondani a véleményét, mert ugye a fotózás az egy eléggé szubjektív téma, tehát hogy kinek mi tetszik és hogy miért. Persze vannak szabályok a fotózásban, de a szabályok azért vannak mindig, hogy átlépjük, ezt tudjuk jól, és nehéz néha, hogy megmondjuk, nem mondjuk, de szerintem abból tanul az ember, hogyha tényleg megmondjuk. Tehát igen, szoktunk azért bírálni, mondjuk itt főleg a művészeti vezetőnk véleményére, Ricze Zoltán véleményére adunk, mert azért ő az, aki igazából képzett a csapatban, és ő tudja olyan szemmel látni, hogy abból tanulni tudunk. A klub minden évben bemutatkozik a bonyhádiak előtt, és van úgy, hogy többször is. Máté Réka azt mondja, óriási a különbség az első és a mostani kiállított anyag szakmai minősége között. Én ezt saját magamon is mérem, tehát mindenkinek a képein szerintem látni. Jó, azért van egy-két tag, aki már akkor is profinak számított szerintem, de a többség rengeteget tanult, és ezt valamennyien be is valljuk, és ebben szerepe volt a kép értékeléseknek, annak, hogy közösen elmentünk fotózni, hogy tanulni tudtunk valakitől, hogy hajlandóak voltunk tanulni, és meghallgatni másokat. Van, aki nem ismeri nagyon még megmutatni a fotóit. Tehát van, aki még tart ettől, tehát valószínű kihívásnak érzi azt, hogy akár csak a klubtagok előtt is megmutassa, hogy miket fotóz, de mindig bíztatok mindenkit, hogy az a jó, hogy egyszer lássa, hogy hol tart, hova lehet fejlődni, mit lehet tanulni belőle. És igazából ez már a 7. kiállításunk, közös kiállításunk, és tényleg látható a fejlődés, és örülök, hogy egyre többen megmerik mutatni a képeiket. A Bonyhádi Fotóklubnak hivatalosan 30 tagja van. Ebből megközelítően a tagok fele jár a klub foglalkozásaira. A mostani tárlaton is 16 fotós képeiben gyögyödködhet a közönség. Én azt hiszem, hogy ez egy klub életében egy jó létszám, amikor ennyien aktívan részt vesznek, és úgy érzik, hogy érdemes havonta egyszer eljönni, vagy akár kimenni együtt fotózni valahova. Az interneten is követnek bennünket, nézik a képeinket, érdeklődnek a kiállítások iránt. Itt a Művelődési Központban volt ugye a legtöbb kiállításunk, de volt már Szekszárdon, és lesz is, úgy néz ki. És volt Váralján, tehát több helyen. És ami még érdekes, hogy van a Magyar Fotóművészeknek egy országos szövetsége, amelyeknek tagja vagyunk, ugye, mint klub. És minden évben kiírnak egy úgynevezett MAFOS szalont, amire klubok pályázhatnak, és itt is évről évre egyre jobb eredményt érünk el.